nincs véleménye, ezt mondta Mesterházy Attila Simon Gábor őrizetbevételéről. Az MSZP elnöke szerint annyi történik, hogy a hatóságok végzik a dolgukat. Mesterházy Attila egyébként Kuncze Gábor mellett kampányolt Százhalombattán, aki arról panaszkodott, hogy a közgép lenyúlja az összes munkát a helyi vállalkozók elől. Nincs véleménye Mesterházy Attilának arról, hogy őrizetbe vették Simon Gábort. A miniszterelnök jelölt Százhalombattai fórumán beszélt erről. Azért nincs róla véleményem, az igazságszolgáltatásnak kell tenni a dolgát, tehát mi azt tartjuk helyesnek, hogyha minden ilyen ügyben azok a szervek járnak el, akik érintettek, tehát akiknek van rá jogosítványuk. A Cuslág üggyel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy korábbi pártársa valótlanságokat állít. Ez úgy hazugság mindegyik, hogy van. Választási kampánynak a része, látom, hogy van az a pénz, amiért korpásodik valakinek a haja, és azért bárminek a... bármilyen mondatot képes valaki elmondani, gondolom, egy kis jótétemény reményében. De egyébként Szijjártó Pétert kéne megkérdezni. Sokat egyeztettek régen a Cuslág úrra, úgyhogy érdemes lenne Szijjártó Pétert megkérdezni, hogy ő hogyan áll. A Kormányváltó Szövetség helyi képviselő jelöltje arról beszélt, hogy errefelé a vállalkozások csak akkor élnek meg, ha vállalják, hogy alárendelik magukat a közgépnek. A vállalkozások mindenhol panaszkodnak, áll a gazdaság. Van olyan település, hogy azt mondják az építőiparban dolgozók, hogy alvállalkozói tudnak lenni a közgépnek, de ahhoz 25-30%-kal olcsóbban kell vállalkozni, mint amennyit a közgép kap érte. Ő alig jön ki belőle, tönkre megy tőle, míg a közgép meg 25%-ot annélkül gazdagodik, hogy bármit csinált volna. Mesterházy Attila azt is mondta, hogy a parlamentben jelenleg egy Simon ügy van, a fideszes Simon Miklósé, amely érthetetlen okok miatt áll évek óta.